Sziasztok, itt vagyunk ismét a Get Famous kiegészítőben, pontosabban a Get Famous és a verseny. Hát új magyar nyelvet tettem be, remélem működni fog. Remélem megoldja a problémát. Ah, igen, megoldotta. De jó. Látok. Nagyon jó, szuper. Ugyanis eddig nem láttam semmit, akit követett nyilván tudja, hogy több mint 3 millió pozitivitás posztját gyűjtöttek eddig össze a Sims játékosok. Ez le a kalappa. Nagyon szép. Hát én sajnos még nem, de majd igyekszem. Mivel semmit nem láttam, szavakon közlekedtem, és 4 nap és 7 óra múlva fog véget érni a pozitív challenge. Hát ezt nem biztos, hogy be tudom gyűjteni addig, ezt a sok pozitivitást, de hát igyekszem. Jaj, de jó, ezt is látom. Akkor a telefont is fogom látni, szerintetek? Na. Igen, de jó. Igen, szóval egyből egy Simstack Story-t benyomtunk. Jaj, de jó. Balzasztó, hogy nem láttam, szóval tényleg az nem lehetett már így játszani, vagyis hát nagyon gátolt. Mik vannak? Hát igen. Akkor behívjuk a koordinátort, és akkor meglátjuk, hogy egyébként mi... kiírja, alig követők. Jó sok követője volt. Szóval, mit akartam ezzel mondani? Tehát, hogy jön a koordinátor, és akkor megnézzük, hogy akkor azt is látjuk-e. Mert eddig nem láttuk, hogy mit mond. Hát jó későn találtam meg sajnos. Pedig én többször néztem mindig a magyarosítást, de egyszerűen nem találtam. Aztán gondolom egy hétig most nem néztem, és ez alatt így meg is sikerült is megcsinálniuk. Hát itt is van a koordinátor, Milli Bobby. És látom. Hát mennyivel egyszerűbb, úristen. De sajnálom, hogy ilyen későn bukkantam rá. Ugyanis azt terveztem el, hogy le fogom törölni, és akkor újra rakom, és akkor csomó mindent kiveszek belőle, de örülök, hogy nem tettem. És tessék, tehát kedvesnek, nagy lelkűnek, kedvesnek kell lenni, hát tudtuk barátságosnak kell lenni más szimekkel, hasznos dolgokat kell tenni a szomszédoknak, tehát minden, ami pozitív dolog, az de gondolom, hát ez is majd meg fogja mutatni, tehát azok a pozitív dolgokat kell csinálni, és akkor hozzá a rendelés, az nyilván nem fogja lehet adni, mert már nekünk úgy emlékszem, hogy van egy dobozunk, amit nem tudtuk, hogy miért van, de azért van, hogy amikor végrehajtjuk a feladatokat, akkor abból a dobozból kivehetünk valamit. Valami kis... Ugye új életcélt választunk. Hívja ki. Aki egy emberre jónak kell lenni, meg egy címmel is, nagyon jó. Jók leszünk, meg kedvesek leszünk. Imádom, hogy közben mennek a repülők. Ha. Igen, ennyi volt, tehát nincs több. És itt a doboz. Amit látjátok, itt a doboz. Igen. Ugye ez a Sims az, akinek mindene megvan. Gazdag családból származik, és színész akar lenni. De azért ugyanúgy meg kell küzdenie a sikerért, mint a másiknak, Brittanynak, és Brittany viszont szegény családból származik, neki nem, hogy csak igen, közben elvállaltunk egy szerepet, a gyógyszert kell majd eladjunk, hát miért is ne, persze. Ugye az hétfőn lesz, 9 órakor, tehát reggel 9-kor, és komadi 2-esnek kell lenni. Szuper. Jó, most tavasz van. Hát itt lesz egy ünnep hétfőn, de nem baj. Na szóval, ugye... Azt akartam még mondani, hogy köszönöm szépen a feliratkozást, köszönöm szépen azoknak, akik megnézik, akik feliratkoznak meg, különösen nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon örülök, és tényleg nagyon boldog vagyok, amikor meglátom, hogy
Újabb feliratkozó van. Igen, közben azt akarom megnézni, hogy van-e valami, ami esetleg ez a komedi fölviszi, de én nem voltam igazán ilyen komedis, ó, tavasz van. Szóval nem voltam ilyen komedis igazából, tehát nem is nagyon gyűjtöttem komedist, úgyhogy nem is igazán tudom, hogy hogy kell. Na szóval akkor elmegy enni, mint mindig, van ilyen kórász egyébként. Én szomorú, mert kiixeltem neki a egyik ünnepet, nem akartam ezzel most foglalkozni. Ugye neki már megvan az aranyvécé, van tükre, minden megvan igazából. De hát nem, itt látjátok, hiába van meg minden, nem boldog. Ez az jutott eszembe, hogy lehet, hogy valami majd társat kell neki, vagy gondoltam, hogy állatot kellene neki, mert kukoricát, pattogatott kukoricát akar készíteni, nagyon helyes, csináljad. nagyon imádom, mikor így pattogatott kukoricát csinálunk. Remélem, ti is halljátok. A látvány is szuper, meg a maga, hogy készítik, de hát nyilván sajnos hiába esznek belőle, nem laknak jól vele, nagyon sokszor kell belőlük enni, ahhoz, hogy jól lakjanak, úgyhogy igazából nem éri meg. Igen, közben nézem, hogy mit kell csinálni, hogy el kell menni a városba, és akkor ott kell valami kedvességet, valami szimlál, már amennyire az én angol fordításommal. Igen, és akkor a másikban pedig rá kell klikkelni bármilyen objektumra vagy Sims-re, és akkor valami segítséget vagy takarítást kell vállalni, szóval vagy segítünk neki, vagy pedig takarítunk. Hát már meglátjuk, hogy mi lesz. De igyekszem. Tehát most pár nap van, ugye, hát ugye ez a felvételkor 4 nap van, és megpróbálom végrehajtani. Tehát el kell mennünk a városba. Na, hova menjünk? Fitness, múzeum se. Na, menjünk ebbe a stúdióba. Tök jó. Nem tudom. Na, itt is vagyunk. Ezt tudom még. Azt hittem, hogy más. Azt hittem, hogy más, másik. Ezt tudom még. Ez az, ahol nem lehet bemenni, csak egy-három csillaggal, de nekünk egy darab csillagunk sincsen, itt tele van sztárokkal, nem tudom, valami üzenet és error. Hát, köszi. Hát, még mindig valami nem működik tökéletesen. Na, mindegy. Úgyis beszélgetnie kell. Nézzünk egy szimet, hogy kivel tudnánk beszélgetni. Na, hát szerintem vele. Nem tudom, hogy ő sztár-e, vagy nem sztár-e. Nem tudom még ezeket a... Egyébként ez valami B-listás sztár lehet, tehát gondolom előadó művész, hát tudjuk, hogy vannak A-kategóriások, meg B-kategóriások. Hát gondolom ez az egy B-kategóriás. Szuper! És nem tudom nektek elmondani, hogy miért ilyen vízhangzós az egész. A frissítéssel folyamatosan vízhangzik. De jó, fel van díszítve a kerítés. Jó, közben Vanessa bejelentkezett. Szevasz, itten megjelentek a emberek. Végre tudunk valakivel beszélgetni. Mizuki, Shimizu. A szokásos, csak ha nincs. Itt van, dobja fel a napját. Szuper. Tehát azért látjuk mi, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, van még valami más is. Szuper! Sikerült az első. Most leszünk a második. Ötször kell jól gyógycselekednünk. Hát gondolom kiírják majd, hogy mit kell csinálnunk konkrétan. Bemutatkozunk, aztán meglátjuk.
Aha, dobjuk fel a napját. Ja, megnézzük, hogy ez számít-e egyáltalán. Aha, számít. Szuper. Hát az akkor nem lesz nehéz. Egy pár emberre, mondja humoros történetet, egy pár emberrel így összebeszélgetünk, vagy beszélgetünk egy pár emberrel, megkérdezünk egy-két dolgot, vagy hármat, nem tudom, mennyit lehet, mert annyira megnézem. Ez nem volt. Nem tudom, hogyha még egyszer adjuk, akkor esetleg ez még egynek számít, vagy nem. Kötődés nélkül. Nem. Lecseréljünk össze, mert kötődés nélküli vagy. Mondjuk most nem is ez a cél ebben a sorozatban, hanem az a cél, hogy minél hamarabb sztárt faragjunk belőle, és ha sztárt, akkor is a legmagasabb fokozatú sztárt, ami azért valljuk be, nem lesz egyszerű. Na jó, találkoztunk még egy emberrel, ennek is feldobjuk, vagy neki is feldobjuk a napját, vele is mondjunk humoros történetet. Egyébként meg kell adjam, hogy eddig nekem ez a sztárságos, hát, nem tudom. Lehet, hogy még nem hoztam ki, még nem jutottam odáig, de nem nagy kunszt eddig. A város az nagyon szép, azt nagyon jól megcsinálták. Nyilván majd, ha megyünk szerep, rá, akkor az is tetszik, hogy sminkelik, meg majd felöltöztetik, azt nagyon jól megcsinálták szintén, de nem tudom, nekem annyira hiányos ez. Ez mindig bealszik valaki, hogy ez egyébként ilyen beájulás lenne, csak alvásnak tették. Ugye vele már találkoztunk, ez... Na, ismét, jaj, de jó. Na, haladunk mi. Szépen lassan, de haladunk. Ugye itt is ugye három óráig kell boldognak lenni, illetve három emberrel kell, gondolom, jót tenni. 7 emberrel, bocsánat. És 3 órán keresztül kell boldognak lenni. Ez nagyon jó, mert most jelenleg boldog. Na jó, közben hazahoztam, mert nem akartam titeket ezzel untatni, mert ez a beszélgetés, ez tök unalmas szerintem. És akkor most eljön a mostóba. Nagyon jó. Az arany vicce. Na, tessék. Ez is valamiért ez jónak számít. Elmentünk a WC-re. Furi. Hát ugye 4 emberrel beszéltünk, 4-szer volt, meg 2 órán keresztül voltunk boldogok, mert mindig boldog, úgyhogy lehet meg lesz a 3. Nagyon szurkolok, hogy meglegyen. Ez a fürdőszoba, ez nagyon király. Szerintem így. Mondom. Folyamatosan ez a csaj állandóan eszik. Én nem csak elviszi a tányért. Azt hittem, hogy eszik, mert olyan sokat eszik, hogy már attól félek, hogy el fog hízni. Tehát jelenleg nem vettünk semmit, úgyhogy majd elviszem úszni. És mármint semmit, pontosabban fölvigyük neki a... Az a baj, hogy nem nagyon merem ezt a kutat, mert ez most vagy jó, vagy rossz, és nagyon csalóka. Tehát sokan mondják, jó, azt nem kell megetetni, akkor szerintem elviszem fürödni, menjem fürödni. Na. Úszom köröket. Szóval, hogy, mert hogy nincs ugye semmi edző dolog, amit tehát nem tud futni, nincs a futógép, meg nincsen ilyen emelőgép, meg semmi, úszni azt tud. Szóval, hogy ez a kút, ez olyan, hogy nagyon fifikás, mert amikor ilyen mosolygós volt, nekem volt egy ugye a tündéresnél is, és hiába mosolygott, akkor is rossz tett. Nem jót. Úgyhogy ennyi. Ah, és mennek a repülők. Annyira sajnálom, hogy nem látszik, vagy nem tudunk repülni, szóval haj, Sims, csináld már meg ezt. Legyen már valami.
Igen, nézem, hogy van-e emberek, esetleg tudunk-e valakivel beszélgetni. Tavasz van, de nem igazán zöldek a dolgok, szóval így... Hát egy gyerek van itt. Gyűjtögetnünk nem kell, ugye van pénzünk még. Most azt nézem, hogy körülbelül mi számíthat pozitív dolognak, ugye a vécézés, ha volt, akkor még mi lehet az, ami pozitív? Mindegy, jön aludni, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Csak néztem, milyen kaja van még, de hát még van 7 darab van ebből, úgyhogy ez elég lesz. Ezt a képet meg kiteszem ide, mert szerintem ez egy autogramos kép. Vanessa, nem jössz, alszok. Jó, közben fölkelt a szívem, és akkor bekapcsolta a rádiót. És ilyen... És megint teszik. Milyen meglepő, megint teszik. Igen, ez a kameraállás, néha ugye próbálom ez így ide-oda, de most ezt a tabot akarom, mert esküszöm, hogy a tűzijátékot hallok. Tehát valahol, és szerintem az a tűzijáték. Ott a hold van, a fű. Na, szerintem az, más nem is tudom, szerintem annyira tűzijáték fellövését hallom. Csak ettől kikapcsolom, mert nem lehet hallani, mindig bekapcsolja. Mióta oda tettem, állandóan bekapcsolja. El fogom egyébként venni. Na jó, elviszem közben fürödni, mert, vagy fürödni, futni, mert megőrítesz, hogy állandóan ezt. Menjünk futni, és akkor a szemem látószögéből nézzük, hogy a futást. Hát, ha látunk repülőt is közben. A házak. Mondom, mióta ezt bevezették, én ezt nézem. Imádom. Oh, ott a repülő, láttátok? Hú, de jó. Na, ez nagyon szuper. Pont jó helyen futunk, tökéletes. Úristen, mennyire jó. Na ezzel azért levett a lábamról. Mert ilyen még semmibe se volt. Ja, azt láttam, amit a Sims lát. Igen, fölnézek, hogy látszik, de látszik az ő szemszögéből is ez a splumbot. Hát nem csillagos az ég, de ott is megy egy repülő. Itt repülő hegyek vannak, ugye. Hát Los Angeles-t másolták le a tudomásom szerint, és ugye ott folyamatosan mennek a repülők. Ja, meg igen, ilyen droidok szállnak föl, tehát tele van autókkal, hajókkal, amit hajók állnak hátul, illetve lakókocsik. Hoppá. Jó. Hát akkor meg is érkeztünk, akkor szerintem ezt a részt itt hagyjuk abba. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!